Emberkincs címmel ünnepi műsorunk következik. Legyünk nagyon büszkék a műsor keretében bemutatkozó szadai kincseinkre, akik hónapok óta készülnek, hogy ezen a napon megörvendeztessenek minket énekükkel, táncaikkal, értékes gondolataikkal. Köszönet és elismerés számukra az önök figyelme és tapsa, hogy fogadják majd őket nagy szeretettel. Akik elindítják a mai műsorunkat, és majd zárják is művészeti keretjátékukkal, Buzogány Márta színművésznő és tanítványai, Bajkai Laura, Konckis Veronika és Nagy Bernadett, a Színházikó csoport tagjai. Otthon az, ahova hazatérsz, szeretlek, ahol valaki vár este, ahol ismered a fal kopásait, a szőnyeg foltjait, a bútorok apró nyikorgásait, ahol úgy fekszel le az ágyba, hogy nem csak alszol, hanem pihensz. Nem csak pihensz, hanem kipihened magad. Kipihened az életet, az embereket, mindent. Ahol otthon vagy, az az otthon. Nem kell hozzá sok. Elég egy szoba. Ha 10 vagytok benne, az se baj. Ha mind a 11 vagytok ebben, hogy hazatértek. Amikor este hazatértek. Nem kell hozzá sok, csak egy szoba és egy érzés. Egy egészen egyszerű állati érzés, hogy ma itt élek. Van egy ágy, amiben alszom, egy szék, amire leülök, egy kályha, ami meleget ad. És hogy ebben a körülöttem lévő széles, nagy és furcsa világban ez a kis hely nem idegen, és ma az enyém. Jól érzem magamat benne, ha kinézek az ablakon, és kint esik az eső, vagy süvölt a szél. És hogyha ide este bejövök, meglelem azokat, akik még hozzám tartoznak. Ez az otthon. Minden embernek módja van hozzá. Egy szűk padlásszoba is lehet otthon. Egy pince is. Még egy gallyakból összetákolt sátor is otthon lehet, ha az ember önmagából is hozzáad valamit. Elég egy szál virág, amit az útszélen találtál, egy fénykép, amit éveken keresztül hordoztál a zsebedben, egy könyv az asztalon, egy ébresztőóra. Mit tudom én, 1000 apró kacat ragad az emberhez útközben. Ha mindezt érezni tudod, nem vagy otthontalan a világban. Ha jó ügyet védesz, mitől is félhetsz? Mi is történhetik veled? Letiporhatnak, de meg nem győzhetnek. Vádolhatnak, de meg nem hazudtolhatnak. Elvehetik életed, de nem vehetik el igazságod. Csak akkor nem vagy magányos az életben, ha jó ügyet védesz. Nincs fizetség és jutalom az ilyen perben, de nincs alku sem. Ezért soha ne félj kimondani azt, amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz.
Szentre megyek, elvédosok innen, szép szülő hazámat nem látom meg. A nyárspolgár azt hiszi, hogy a művészet művelődési anyag. A többé-kevésbé normális ember tudja, hogy élmény, amely felveri az életörömet. A tehetség kevés, az értelem is kevés. A műveltség is kevés ahhoz, hogy valaki művész legyen. Mindehhez végzet kell, melyet nem lehet félreérteni, és melyet semmiféle emberi erő vagy szándék nem tud megmásítani. Minden műfajban sok a tehetséges ember, akik szerencsés pillanatokban tehetségük, elmélyülésük, komolyságuk erőfeszítésével végül is hasznosat, néha ritkát és gyönyörűt alkotnak. Így áll össze műnek a világirodalom, vagy a festészet, a zene egésze. De ezek az emberek nem alkotók, csak végrehajtók, mert nincs végzetük. És ha véletlenül orvosi vagy mérnöki pályára tévednek, akkor is tehetségeset és hasznosat alkotnak majd. De a művész, az igazi, nem tévedhet semmiféle pályára. És nincs olyan történelmi vagy helyzeti erő, mely eltéríthetné feladatától. Nem lehet más, csak író, festő vagy zenész. Aki így művész, annak végzete van. Az a legtöbb. Elvakult, sötét lelkű ostobát.
se feled, hogy szabadnak születtél. A 2015-ben alakult falukórusunk, a Szadai Szólamok következik. Farkas Ferenc, Pataki Diákdalok és Bárdos Lajos tiszai dallamait hallhatjuk tőlük.
meg ne fázzunk, vízmentében csöndesen csónakázunk. Összebújunk szorosan, hogy meg ne fázzunk, ring a csónak galambom, ne félj benne. Jól vigyázzunk én az evezőre, dobogását hallod-e a szívemnek? Leteszem az evezőt, és megölellek. Dobogását hallod-e a szívemnek? Leteszem az evezőt, és megölellek. Sejhaj, megölellek! Felvidéki táncot és játékot mutatnak be a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola első A és első B osztályos néptánc szakkörösei. Szakkörvezető Pénzesné Darvasi Judit tanítónő. Hogy
folytatásban a Szadai asszonykórus lép a színpadra, Szadai szerelmes dalcsokrot hoztak el nekünk a mai napra. Vezetőjük Kovács László, a népművészeti ifjúmestere.
ifjú tehetségek érkeznek most a színpadra. Gellért Enikő és Gellért Lea, a Szadai Iskola népdaléneklési versenyének külön díjasai következnek. Népdalválogatást hallhatunk ma tőlük. Felkészítő tanárnőjük, Felsik Krisztina. Fogadják szeretettel! Erdő, erdő, maroszéki kerek, erdő, madár lakik abban, madár lakik 12. Cukrot adnék annak a madárnak, dalolja ki nevét a babámnak. Csárdás kis angyalom, érted fáj a szívem nagyon. Búza, 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 de szép tábla búza. Annak közepében kinyílott a rózsa. Tüske annak minden ága, nem állja a madár lába. Kedves kis angyalom, katona híredet hallom. Láttál-e már valaha csipke-bokor rózsát, csipke-bokor rózsa közt két száma jorannát? Egyik száma joranna virág Erzsi lenne, másik száma joranna Váci Gábor lenne. Hozd ki Erzsi kalapom, hagyd tegyem fejemre, hogy ne nézzem minden lány ragyogó szemembe. Ki is hozta kalapját, fejére is tette, nem is nézett minden lány ragyogó szemébe. Csipke fa bimbója kihajlott az útra, rida, rida, bom, 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 kihajlott az útra. Arra ment Jánoska, szakajt egyet róla, rida, rida, bom, 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 szakajt egyet róla. Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom, minden madár társat választ, virágom, virágom. Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom, te engemet, én tégedet, virágom, virágom. Búj, búj, zöld el, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Nyisd ki, rózsám, kapudat, kapudat, hadd kerüljem, váradat, váradat. Szita, szita péntek, szerelem csütörtök, dob szerda. Köszönjük szépen a lányoknak a szép énekeket. Most következzen a Szadai Cibere Tánc Együttes Nyárád magyarósi székely táncokkal. A koreográfiát készítette Taba Csaba és Fehér Erika. Az együttes vezetői Antal Édua és Horváth Viktor. Fogadják szeretettel! Thank you.
neveld lelket kérlelhetetlen igényérzetre. Ez a legfontosabb. A tömegek világa csak mohó, de nem igényes. Ennek a tömegkielégülésnek veszélyei már mutatkoznak az élet és a szellem minden területén. Egy kultúra nem csak akkor pusztul el, ha Athén és Róma finom terein megjelennek csatabárdal a barbárok, hanem elpusztul akkor is, ha ugyanezek a barbárok megjelennek egy kultúra közterein, és igény nélkül nagy keresletet, kínálatot és árucserét bonyolítanak le. Te válogass! Nem lehetsz elég igényes erkölcsiekben, szellemiekben. Ez a dolgod, ha ember vagy, és meg akarod tartani ezt a rangot. Nem akartok semmi rosszat. Isten a tanútokra áll. De nincsen, aki köztetek, e szent harcot ne állaná. Ehhez Isten mindannyitoknak vitathatatlan jogot ad. Ne hagyjátok a templomot. A templomot s az iskolát. Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul. De ne halljátok Isten igéjét soha többé magyarul. S gyermeketek az iskolában ne hallja szülőjé szavát. Ne hagyjátok a templomot. A templomot s az iskolát. Kicsi fehér templomotokba most minden erők tömörülnek. Kicsi fehér templompadokba a halottak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink szemükben bíztatás vagy vád. Ne hagyjátok a templomot. A templomot s az iskolát. Becsüljétek meg a művészeket, kérlek. Olyanok ők, mint a csillagok az éjben. Utat mutatnak, ha a lámpád nem erős. És amikor minden szürke és esős, ők akkor is ragyognak. Hidd el, mert ez a dolguk. Erre esküdtek. Hidd el. Olyanok ők, mint a pipacsok a réten, a forrásvíz az úton, a fénylő hold az égen. Azt hiszed, hogy mindig megkapod. De jaj annak, aki soha nem lát csillagot. Kinek nincs virágja, ami színt hoz életébe,
aki szomjúhozva vonszolja magát, annak már régen vége. Mire való az élet, ha muzsika nincsen? Ha nincsen kacagás, nem ízzik a cselló, hiányzik a mozdulat, a hang. Csend van, lakat alatt minden értékes szó. Becsüljétek meg a művészeket, kérlek. Halandó emberek, de ők többre vágynak. Álmuk az, hogy folyton adjanak. Örömet, reményt, szépséget osszanak másnak, s olykor emberekből kis istenekké válnak. Amikor nevetés, tapszúg a nézőtéren, az angyalok boldogok odafenn az égben. Vágyatok, imátok, mind az égbe száll. Összegyűjtik fenn, s látod, már nem is fáj. Könnyebb lesz az éjjel és a nappal. Az álmok álmodói ők, napsugarak, fények. Becsüljétek meg a művészeket, kérlek. Oh.